Tancsa József vagyok, szerkezetlakatos. Én gyerekkoromban falun nőttem fel, és nagyon sokat szereltem, bütyköltem otthon a ház körül. Aztán az általános iskola után szerkezetlakatos szakirányba léptem tovább. Azt gondoltam, hogy a fémekkel szeretnék foglalkozni. Akkoriban mindig azt gondoltam, hogy a hegesztés az egy olyan dolog, ami, nem is tudom, úgy tudnám megfogalmazni, hogy itt nem lehet nagyot hibázni, mert hogyha mindig össze lehet hegeszteni, tehát több apró elemből építünk össze egy egységet, és ezt miután összehegeztünk valamit, utána az egybe heged, egybe olvad, ezt fánál én nem tudtam elképzelni. A hegesztésben megtaláltam azt a jellegű kihívást, ami nap mint nap inspirálta arra, és ösztökélt, hogy minél jobb legyen. Én azt gondolom, hogy egy hegesztőnek mindig van hova fejlődnie. Egy kezdő az szerintem a pályája elején többet hibázik, talán lassabban dolgozik, körülményesebb, aztán minél több gyakorlással egyre precízebben végzi a munkáját, egyre pontosabban tud dolgozni, kevesebb hibával. A hegesztésnél én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogy hibamentesen történjenek meg a varratok. És egy hegesztőnek abban mindig fejlődnie kell, vagy mindig a legjobbat kell kihoznia magából, hogy hibátlan munkát adjon ki a kezéből. Engem mindig is lenyűgözött az, hogy összehegeszteni két különálló anyagot, ami aztán majd egy olyan kötés lesz a kettő közt, ami szinte ugyanaz az anyag. A hegesztő csak fémeket hegeszt. A hegesztők legalapvetőbb eszközei, szerszámai, ugye nyilván a hegesztőgép, a vágó berendezések, a sarokcsiszoló, a köszörű, amivel az alapanyagot, a fémeket készítik elő a hegesztéshez. Nélkülözhetetlen egy jó varrat elvégzéséhez a megfelelő előkészítés. A kettő nincs egymás nélkül. Én szeretem a munkámat. Másképp szerintem nem is lehet dolgozni. Itt sem, de szerintem más területen sem. Csak úgy, hogyha az ember szívvel, lélekkel végzi azt, amit csinál. A munkáján, a produktumán látszik az, hogy mit fektetett bele, mennyi energiát, mennyire teszi bele szívét, lelkét abba, amit csinál. A kerítéstől kezdve akár egy teherautó alvázon át, az atomerőműben lévő gőzfejlesztőik. Mindenhol ott van a hegesztő keze munkája.